nagyon a szívünkhöz nőttek ezek az asztalok, évek óta használják a gyerekek, és mivel egységesíteni szerettük volna a bútorokat, kaptunk új asztalokat. Viszont nehéz szívvel váltunk meg a régiektől, és mindenképp valami hasznosra szerettük volna fordítani őket. Tehát úgy gondoltuk, hogy inkább használják ezt továbbra is a gyerekek asztaloknak, asztalokként, mint mondjuk tűzifának. Az iskolával úgy kerültünk kapcsolatba, hogy az iskolának van egy partner óvodája, itt Szegeden, egy nemzetközi óvoda, ahol a vezető igazgatót ismerjük, és ő kérdezte meg, hogy látja, hogy mi sokat jótékonykodunk, nem tudnánk olyat, akinek szüksége van alsó tagozatos, illetve kisgyermek asztalokra. Elkezdtünk keresni, illetve megkérdezni azokat, akiknél jártunk már, akikkel esetleg kapcsolatba kerültünk, és így találtunk rá az ülési Csigabiga óvoda és bölcsödére, ahol azt mondták, hogy szívesen fogadnak ilyen asztalokat, mert éppen szükségük is lenne rá. Úgyhogy a napokban ezt házhoz is szállítjuk nekik, szerintem. Nagy része olyan asztal, ami állíthat, tehát mindegyik állítható magasságú, és a nagy részük olyan asztal, ami nem is tudom ennek a hivatalos megnevezését, ilyen művészasztal, tehát lehet megdönteni, és akkor rajzra, rajzoláshoz, festéshez kiválóan lehet így a dőlésszögét állítani. Ez állítólag segíti a gyerekeket abban, hogy jobb műveket tudjanak létrehozni. Gyerekeknek kedves, ugyanis előszeretettel firkálgattak rájuk, titokban belevésték itt-ott az aljukra a nevüket. Azért fontosak nekünk amúgy ezek az asztalok, mert ezek vannak itt az iskola alapítása óta. Tehát ez az iskola, ez a tanév, az ötödik tanéve az iskolánknak, és ezekkel az asztalokkal indult az iskola. Úgyhogy ilyen szempontból fontosak ezek az asztalok nekünk. Az óvodában vannak asztalok, viszont ezek egy nagyon szép új asztalok, nekik új asztalok lesznek. Ugye itt már közel 5 éve használták őket, de tökéletesen fog illeni majd oda, és minden gyerek várja már.